Euroleasing. A fejlődés motorja. Szeretettel köszöntünk mindenkit ebben a mai Speedzone teszt epizódban. Visszatértünk, mint a bumerang, a kéregetőknek guberang. Mi van, Franky? Frankyvel vagyok most, üdvözöljétek szeretettel. Ez a történet ott kezdődik, ugye, hogy itt van ez az autó, ami először van nálunk, illetve nálunk van először teszten, és rengetegen megkérdezik, hogy mi ez, mert nincsen rajta márkájel elől, meg nem is tudják. A történet ott kezdődik, hogy ugye a SsangYong, mint márka, ugye én is használtam, azt hiszem kétszer egy évig SsangYong Rexton-t, meg Grand Musso-t, meg nem is tudom, hogy tökéletesen elégedett voltam vele. Hát elterjedt a hír annak idején, hogy hát hogy csődbe megy, meg most tönkre megy, minden. A valóság az az, kicsit tegyük tisztába a helyzetet, hogy amikor látták, hogy nem úgy megy a szekér, hogy egy kicsit lecsúsztak a plug-in hibrid, meg az elektromos autó fejlesztéssel, akkor egyszerűen csődvédelmet kértek a koreaiak. Na, itt jött az, hogy az a koreai államtól, itt jött az, hogy ó, be fog csődölni. Nem, csődvédelmet kértek, pont akkor kér csődvédelmet egy cég, amikor látja, hogy baj lesz, de ugye nem akar megszűnni, nem akarják felszámolni, hanem nyilván megpróbálják megújítani az egészet, és dióhéjban, nyilván közgazdászok ezt pontosabban el tudják majd magyarázni, de dióhéjban legyen elég ennyi. És a paletta már akkor sem volt rossz, mert elállag új modelljeik voltak, ugye ott volt a Rexton, a megújult Rexton, a Grand Musso, a Corando, a Tivoli, az XLV 150, meg egy csomó minden más. És tök jó ment, tök jó eladásokat csinált idehaza a márka, meg azt hiszem, akinek van, az tökre elégedett vele, mert, és ez egy nagyon kulcsfontosságú mondat lesz majd, még a mai adásban is, nagyon jó árérték arányjal rendelkeznek ezek az autók. Na szóval, jött a dél-koreai KGM, KG Mobility. Ugye a KG az egy hatalmas nagy koncern. Nem annyira ismert nálunk, de azt hiszem valami 380 milliárd vonos nettó nyereséget csinálta 2021-ben. Rengetegféle területen ott vannak, főleg a vegyipar, illetve a fém megmunkálás területén, a KG Steel, meg a KG Chem, azok hatalmas nagy cégek. Világviszonylatban is, de koreai szinten meg abszolút. És ugye ők vették meg 2022 vége felé magát a SsangYongot, és ugye amit ilyenkor csinálni szoktak a cégek, ha nem megy a szekér, vagy ha már nagyon csökkennek az eladások, az általában az, hogy elkezdik megnyírbálni a modellpalettát, leegyszerűsíteni a típusokat, a végén már leszűkül, lásd Mitsubishi Európában, vagy akár világszerte, hogy leszűkül a paletta egy-két típusra, aztán szépen elvéreznek, mert már nem fektetnek bele, nem modernizálnak, nem jön neki új dolgokkal. Ezzel szemben mit csináltak a koreaiak, mert ez egy iszonyú túlélő egy népség, és szerintem nagyon okosan csinálták. Ezzel szemben ők azt csinálták, hogy piacra dobták új modellt. Ez senki nem látta jönni, nem fogadtak rá áttételbe, hogy ez lesz, ugye a tanulmányautó után, de van, itt van, ez itt a vadonatúj SsangYong Torres. És azért Torres, mert ugye ez Chilében, Patagóniában egy ilyen ismert tengerparti rész, hát erről nevezték el. Szóval ők előre mentek, megújul majd a Rexton, jön a facelift sok mindenből, itt van ez az új Torres, amiből lesz elektromos is majd nem sokára, idehaza is, majd Koreában már árulják, 500 km-es WLTP szerinti hatótávát, de az még egyelőre nincs, egyetlen egy motorral kapható itt nálunk, ezzel az 1.5-ös turbomotorral, de erre majd még kitérünk. És nézzétek meg, hogy én amikor megláttam először képeken, vagy így élőben, és azt mondtam, hogy kicsit sok lesz a díszből, de aztán rá kellett jönnöm, hogyha megnézitek, ez már nem az a bénácska SsangYong forma. Szóval ez egy tök derültékből villámcsapás, hogy ez egy jó kinéző dolog lett. Egy direkt ilyen maszkulin, drabális, szögletes, persze nyilván vannak részletek, amik hát kamuk, például itt ezek a kapaszkodók, meg ilyesmi, de maximum ugye kikötözni lehet a tetőcsomagtartó hordott cuccokat, de lehet, szóval annyira azért nem kamu, de hogy ez kinéz, ez egy teljesen másfajta, ez egy vadonatúj formanyelv.
Nézzétek meg ezeket a szűkre szabott lámpákat. Nyilván itt egy kicsit 1, 2, 3, 4, 5, hát a Jeepnek ugye 7 van, ennek 6 van. Minden egy picit olyan, hogy láttuk már valahol, de összességében nagyon összeáll az egész. Tök jó szögletes, a vonószemtakaró kis játékos piros kupakja ugye itt van, ez egy műanyag kupak, ezt lepattított, de hogy ez piros legyen. Van benne, ki van találva, van benne ötlet. Itt ezek a terelők, amik ugye elterelik a légáramot a szélvédőről, meg az ablaktörlőket nem hagyják koszolódni. Minden végig van gondolva, elejétől végig. Tök jók a szigorúan húzott ledes lámpák. Figyelj, néztem, hogy hello, ez tök jó néz ki. Mindent már kicsit, mintha láttál volna valahol, de úgy az egész összeáll. Nézzétek meg a szögletes trükköket. És ha ebbe belenézel, és itt jön az, amit már így, ez így húzódjon végig, mint egy vezérhangja így a háttérbe, hogy okosan van megcsinálva. Nem kamera van, tükör van, nagy tükör van, ezt majd belülről látod. Én nagyon szeretem a nagy visszapillantó tükröt, mert abban mit csinálsz? Nagy tükörbe sokat látsz. Ha meg egy ekkora autód van, akkor jó, ha sokat látsz, mert aránylag sok helyet foglal. Ugye a Korando és a Rexton közé pozícionálják a Ssangyongnál vagy KGM-nél, ami már lesz hamarosan, úgyhogy lehet, hogy már lesz névváltás is, bár nem mindegyik piacon, de a többségében igen, azt hiszem Magyarországon megmaradnak a Ssangyong névni, mert az már úgy, ahogy befutott. Szóval ez a Korando padlólemezre épített, ez egy nagy autó. Ez itt persze egy kicsit ilyen Land Roveres, de nézd meg, masszív, nagy a kilincs. Itt egy picit azért belelátsz egy kis Range Rovert, meg egy kis Kia Sportage-et ebbe a lámpába. Van neki hátulja is, ez a stilizált pótkeréktartó, ez úgy megadja egy kicsit ezt a maszkulin, törhetetlen, kemény hangulatot. Nyilván persze ez egy hangulat, szóval azért nem egy vasból készült fém alvázas terepjáróról beszélünk, de hogy azért úgy megvan neki. És azt hinnéd, hogy oldalra nyílik, de nem, mert ugye elkamuzza ezt is, de fölfelé nyílik a csomagtér, elektromosan, dupla padló, 700 literes a csomagtartó, természetesen osztottan dönthető az összes ülőlap, és azért vegyünk észre apró dolgokat, hogy Koreában azért odafigyelnek, és én mondom nektek, most minden felhajtás nélkül, mert amúgy én kedvelem a Ssangyongot, mint márkát, mert nem hazudik, azt kapod, amit kifizetsz, nagyon kezdenek feljönni, sőt, nem, hogy kezdenek feljönni, de ezt azért most már én bármi mellé oda merném állítani ezt az autót, egy Ford Opel mellé, gond nélkül, de akár még följebb is. És nézzétek meg, hogy szépen el van szegve minden, van 12 voltos iZart, van gurtni, dupla padló, ugye alatta van egy üreg, itt a pótkeréknek, vagy a defektjavító szetnek, kivehető, ez is kárpitozott. Minden szépen el van dolgozva, nézd meg! Nincsen sorja sehol, azért vigyázzunk, figyeljünk már oda, mert most pont ezt majd valaki, mert itt egy kicsit nem stimmel, de hogy nincsen sorja sehol, nem zörög semmi, nézd, milyen szép az egész tetőkárpit, burkolva van minden, elektromos a csomagtérajtó, és amit én mindig is szerettem a Ssangyongban, hogy egyszerűen csak egy autó, ami működik. Nem volt benne sok firlefranc, fölösleges f***ság. Ez egyszerűen csak egy jó megcsinált dolog. Innen meg aztán nagyon Range Rover. Látod? Ez a nézet. Igaz? És egy jó nagy darab autód van. Tárcsafékes hátul, tárcsafékes elő. 1600 kiló. És itt van. Ezt nem látta senki jönni. Ők így gondolják, hogy ezt így kell csinálni. Nem megijedni kell, hanem hát teljes erőbedobással tolni kell a szekeret, mert akkor lesz belőle valami. Na, amit még kedveltem benne, hogy törekednek az lehető legegyszerűbb megoldásokra, ezért a Torresbe is megrágtál, lézd, aha, már megrágtál menyét. Na mindegy, ez itt csúnya. Már szólunk az importőrnek, hogy erre figyelnek oda. Szóval törekszenek az egyszerűségre, nincs varia. Egy motorral kapható itthon, ezzel az 1.5-ös turbómotorral, amit ugye az osztrák AVL fejlesztett nekik. Ez már megtalálható volt a Ssangyong egyéb modelljeiben is, 170 ló,
280 Nm. Fix, nincs plugin, nincs hibrid, nincs töltögetés, nincs szírszár, egyszerűen csak egy 1.5-ös modern turbomotor, amúgy paramétereiben szinte csontra megegyezik a Volkswagen csoport 1.5 TSI-jével. Nem kell más. Van hozzá egy hadsebességes iZin automata váltónk, de kaphatod hadsebességes kéziváltóval is. Az is ritka már, hogy kéziváltót kínál még valaki. Ez első kerékhajtású, de lehet összkerekes is. Innentől kezdve nagyjából ezzel az egy motorral lefettél mindent. Elviszi ezt a bódét, én vígan elközlekedtem vele. Városba, hogyha sietős a téma, akkor 9 felett fogyaszt, de 8-8-8-7 körül tartható a fogyasztás, ami szerintem nem egy rossz eredmény. Ja, és amúgy nincsen rájuk panasz, szóval nem hallod azt, hogy fú, mennyi visszahívás volt a Ssangyongra, vagy hogy tömegébe állnának a Ssangyongok a márka szervizekbe, vagy az egyéb szervizekbe. És hát nézd meg, hány európai típusnál van itt ilyen gagyi kocka? Itt legalább szépen ki van véve és rögzítve. Emlékszel, ide szokták tenni ezeket a zajcsökkentő, meg ütközés elnyelő szarokat. Itt minden ki van rendesen találva. Ez egy tisztességesen elvégzett iparos munka. Végig a tömítőpaszta mindenütt le van, meg a várat tömítő le van fényezve. Végig. És még van egy Untenboden sucunk is, ami műanyag, de van. Egy Carter védő, amiben, bocsánat, van egy hőterelő is alul. Vagy egy ilyen hőtükör, látod? Szóval nem látni rajta semmi gagyi, vagy nem odavaló részletet, és egy kicsit azért ez be is csukja magát, egy kicsit azért ez az, ami elgondolkodtat, hogy az európai autóipar próbál olcsó autókat gyártani, így esik a minősége, ezek mi tudják megcsinálni? Mi tudják ezek megcsinálni? És majd az árról beszélünk, de gyertek, nézzük meg belül. Először is hátul, Franky. Szóval ez egy nagy autó, azért ne tévedjünk. A Rexton óriási, ez csak simán nagy. Van egy ilyen szürke bőrkárpitunk, perforált bőr. Nyilván ez a legjobban felszerelt típus. Mindjárt mondom is, hogy mi a felszereltségi szint, mert 4 felszereltségi szint van. Letöltöttem. Nem mondjak hülyeséget, látod, Francesco? Ez a Premium. Van a Club, a Style, a Clever és a Premium. Na ez az autó, így, most ha már itt vagyunk, ez az autó így maxi fullosan, amiben tényleg benne van az összkerék hajtáson kívül, ami 799.000 forint, ebbe benne van minden, ez jelenleg 14.600.000 forint. Te sokám. Azért az nagyon nem rossz. A Club, az alapfelszereltség, ez 10.9 millió. És 10.9 millió azért kapsz egy ekkora autót, és már abban is sok minden benne van, nyilván az ilyen sávtartó, keresztforgalom figyelő dolgokért ott külön pénzt kérnek, de már a Clubban is benne van, hát basszus, hát szinte minden. Vezető oldali térd légzsák, az mondjuk nincs, de van LCD, meg digitális műszerfal. Ez meg 14.599.000 forint. Van roló az ablakon, van ülésfűtésed hátul 2 fokozatban. Egész vicces ez a rács, amúgy nem is szó rosszul a hifije, és nézd meg, tök szépen van kidolgozva. Nézd meg, rendesen le van minden fényezve, nincs megfolyva sehol. Van egy invertered, ó, 2 USB-d van hátul, de kérhetsz ide invertert is, mint minden Ssangyongba. Jó, hát van egy kis hőlégfúvó, de aztán ennyi. Egyszerű könyöklő. 14 millió 6, azért ne tévedjünk, ezt bedobom ide. Csomagtartóban is van ledes világítás, és bőven elférünk hátul, hát azért, na. Itt azért van hely, és van akasztó, az Pityu szereti, mert praktikus. És menjünk át előre. Na nézd csak! Egy dolog, ezt szögezzük le az elején, egy dolog, amit én nem szeretek, amiből van viszont sok, az a zongoralak.
zongoralak van az ajtópanelen, amit azért sűrűn fogdos az ember. Itt mondjuk annyi tároló üreg van, hogy ez a kevés zongoralak nem zavar. Itt mondjuk inkább csak a gombokhoz nyúkálsz, de amúgy a beltér, nézd, ez puha, az ajtó, ez itt puha minden, ahová nyúlsz, alumínium hatású műanyag, ez is egy kis karbon hatás, ez ki van találva, persze nyilván a tablet ide van bigyeztve, de az kell, azt manapság már nem tudod elkerülni, és akkor ha indítasz egyet, amúgy tök csendes a motor, várj, ezt halkítsuk le. Így, né? Akkor itt megjelenik egy kijelzőn, éles képpel, kontrasztosan a klímavezérlő, meg az egyéb vezérlő. Lejtmenet, start-stop-off, ez ha nyomva tartod, nyílik a csomagtartó, de, és itt jön az okos gondolat, hogy ha leállítod a motort, ez még mindig ott marad ez a gomb. Mert hiszen gondolkoztak, hogy ha leállítod, de hátra mennél, mire odaérsz, legyen kinyitva. És be is csukod. Apróság. Apróság, de én nagyon szeretem ezt, amikor valaki gondolkodik. Na, indítsuk be, legyen egy kis klímánk. Na, nézd! Ülésszellőztetés. Ezt magyarázd meg. A koreaiak miért tudnak csinálni olyan rendszert, fedélzetit, ami csak úgy van, létezik, gyors, nem egy szarra animált, bírembatom, színes káosz kavalkád, érintő felületekkel, egyszerűen csak megnyomod, és működik. Nézd, ülésszellőztetés nekem, neked. Van ülésfűtés is, kormányfűtés, és egyszerűen csak úgy működik. Hopp, klíma ki, klíma be. Ugyanez érvényes itt fönt, nézd, home gomb. Ó, mód, nézd. Navi, telefon, oké, nem akarom riasztani. Setup, minden így megy elsőre. Tarám, a létező legegyszerűbb dolog, és erre a gombra, hogy user, erre ráteszed a, amit akarsz. Én rátettem például azt, bocsánat, az Android Auto így működik, rádugod, azt létezik. Megjött, ott van. Ráteszed a user gombra az Android Autót, vagy a vazét, és feljön neked rögtön a vaze. Magyarán, bárhol variálsz a Navi-ba, ha el vagy, majd lehalkítjuk a Cure-t, ha el vagy veszve itt a beállítások között, megnyomod, hogy user, és visszajössz oda. Azonnal. Tudod, nem kell az, hogy föntről lehúzod, megnyomod, rögtön visszajössz oda. Van egy nagy kesztyűtartód, itt is van egy tárolózseb, ami elég mély, szóval nem csak kamu, mert ebbe azért eltűnik a telefon. Szellőztetett, elektromosan állítható ülés mind a két oldalon. Van egy ilyen alulfelül lapos kormányod. A bajusz kapcsoló ugyanaz, mint az összes másikba. Tudod fülekkel váltani. Automata ablak van elől, hátul nem, ugye a gyerekek miatt, hogyha elkezded itt felhúzni, de a gyereknek ott a keze, akkor ne csípje be, ne ijedjen meg, ezt végig tartani kell. Figyelj, mi baj van ezzel az autóval, megmondom őszintén, semmi. Franky, sok autóba ültél már. Baszki, különb az A-oszlop borítás, mint a Göbi 8-as Golfjába. Különb az illesztés, mint a 8-as Golfba. Nézd meg, ez egy tisztességes, iparos munka. Nyilván az öv lehetne még szürke, de hát na. Magasságába állítható térdlégzsák, oldallégzsák, fejtna. Mi? Nézd meg. Egy nagy üreg. Jó, nem lehet állítani a könyöklő magasságot, de hát elég magasan van. Semmi baj nincs ezzel a kocsival. És tényleg, az vesse rám az első követ, mindig nézzük meg, hogy várjál, automatán leveszem, hogy ez 10 millió 900 ezer forint, ez meg 14 fél. A Meka Maxi Full. Semmi baj nincs vele. Nézd meg ezt a kijelzőt itt elő. Ezt megmutatom. Emlékszel a Centróra? Na hát ez ahhoz képest. Aha, és csak, hogy működik? Hopp, aha, leföl, megnyomod, lámpa, kényelem, kormánykerékbeállítás, hogy hogy áll a kerék, megmutatja, közelgő üdvözlés, hosszú távú parkolás, vezeték nélküli töltőpad, itt van, működik, oda beteszed a telefont, elkezdi tölteni természetesen, ezek mind-mind így léteznek alapáron.
búcsú hang, búcsús hang, irányítópult, mit akarsz látni, érted? Minden vezetéssegítő rendszerek. Első, vészfékező asszisztens, ütközésérzékenység. Akkor itt van a Lane Keep Assist és a Lane Departure Warning, LDV és LKA beállítások, figyelmeztessen, nyúljon is bele, vész sávtartás, hogy ráncsa vissza a kormány, adaptív tempomat, követési távolság. Ez mind benne van. Hm? Ez megvan az európai autókban is, csak azok ekkora méretben, ilyen tudással nem ennyibe kerülnek. Na ez a nem mindegy. És ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy miért ne? Ez egy dél-koreai márka, 1953 óta létezik. Ja, 5 év garivára alapból, 5, és 160 ezer forinté veszel még plusz 5 évet. Azon már együtt 10. Ez a hülyének is megéri. Szóval ez egy nagyon-nagyon erős ajánlat, főleg a hazai árérzékeny piacon. Nem tudok mit mondani, nem? Nézd meg, ezt hányan csinálták már rosszul? Ez jönnek ezek a kis bugyote koreaiak, ez egyszerűen megcsinálják. Hoppa, kikapcs, bekapcs, kikapcs, bekapcs, kikapcs, bekapcs, kikapcs, bekapcs. Szellőztetett ülés, fűtött ülés, dupla klíma, működik itt minden. Gyors, faxni mentes, egyszerűen, figyelj, most nagyon kíváncsi vagyok, én próbálok szerezni egy évre egyet, mert ugye a Ssangyongot én szeretem használni, aztán meglátjuk, hogy hello, Kami. Tudod így is állítani, hogy ne süssön a szemedbe. Filléres dolog, de praktikus. Ledes lámpa mindenütt, van SOS gomb, assist itt is, már ugye kötelező. Tehát rohadjak meg, hogyha bele tudok kötni ennyi pénzé ebbe a kocsiba. Nyilván az ízlése az egy dolog, de csak nézd meg ezt a tükröt. Na, az tükör. Az nem egy ilyen design fölösleg. Az nem egy ilyen sárgöb, amit lehúztál a cipő aljáról, hogy manapság tükörnek hívnak. Ez tükör. És akkor van itt egy ekkora géptetőd, így előtted, egy ilyen szögletes, és úgy érzed, hogy a világ ura vagy. Igazából elközlekedsz vele, mert mindenre elég ez a motor. Legalább nem háromhengeres, örüljük neki. De figyelj, 170 ló, 280 Nm. Elektromos tükör. Az meg... Mi? Mi kell még? És majdnem 5 méteres a kocsi. És bőven van benne hely. Ez erős lett. Ez erős lett, most minden attól függetlenül, hogy én a Ssangyongot bírom, mert még egyszer mondom, mert nem érzem, hogy átver, de ez minden szempontból, és nézd, ez nem fröccsöntött, ez várva van, mutasd meg, az nem úgy van öntve, ez várva van, basszus. Akkor kérdezem én, hogy fér ez bele mindez 14.599.000 forintba, 5 év garival. Akkor most ki itt a hülye? Hát, én nagyon kezdenék rettegni a koreaiaktól az európai gyártók helyében. Nézd meg a Kia-t, Hyundai-t, Holtart, és ezek is itt vannak. És ez egy jó kinéző, nagy autó, 20 centis hasmagassággal. Írjátok meg kommentbe. Most minden részrehajlás nélkül, de még ha teljesen objektíven is vizsgáljuk, basszus, azért az rendben van. Francesco. Szerintem. Jó, leszámítva a zongora lakkod, de hát az ízlés kérdése, én nem szeretem. Már mindjárt megyünk fel, azt meglátjátok. Éles a kép, árnyékolva van, nem tud úgy rásütni a nap, hogy ne lásd. Ez is itt kézre állít minden, és megvan, ami kell, hogy legyen egy kicsit fancy. Két kijelző, minden, stb. Nem kell kijövő, tekergető, szervó, motoros, szírszár. Egyszerűen csak, ha hozzáérsz, az megy. Aha, hopp, és gyors. De ezt miért nem tudjuk, ezt más miért nem tudja, hogy így működjön. Hibátlan. I like it. Nem vagyok egy SUV-rajongó, de ez így valahogy végre kinéz. Ez. Na. Például a hangszórórácsnak a mintája, az megismétlődik itt a hangerőtekerő gombon, ami azért recés, hogy érez, hogy megfog. Hogy ez ismétlődik több helyen. Nézzétek meg ezt a matt logót. Nem fényes, szépen
ilyen matt alumínium hatású, és szépen van illesztve ez itt, három anyag, sarkokkal, mindennel, nem recseg, nem zörög. Jó, jó meg van csinálva itt is, ahol össze vannak ezek az apróságok, amiken múlik, hogy gyártás technológiailag azért ez. Biztos pattingatós műanyag minden, de mi nem az. Szépen meg van csinálva. Ez egy jó minőségű cucc. Ja, bocs, tárhely. 512 megadva, hogy a rádió felvételt rögzítsd. Van 512, hogy hanghívást rögzíts, memókat tudsz berakni, meg van 1 gigád a saját zenéidre, amit feltölthetsz. Magyarán van benne 2 gigányi vinyó, vagy SSD. Biztos, hogy SSD, vagy memóriára rögzít, de azért egy gigányi zene az elég sok tud lenni. Feltöltöd rá, azt használod. Valamit hallasz a rádióba, op, rekord, azt felveszed. Valamit mondanál, megnyomod ezt, a beszélőkét, és akkor memóba lejegyzi neked. Tesó, frissíteni tudod. Ugye? Miről beszélünk? Ők hogy tudják megcsinálni? Úgy, hogy akarják. Nagyon. Zseni. Én ezt kvittelem. Én simán eljárnék ezzel. Na, tehát én beteszed ide a telefont, azt akkor ott van. Ezt ennyi. Kerékirány. Kijelzi, merre van fordulva a kerék. De ilyen kis telepecskén azért simán elmegy. Bőven. Jó, mert szögletes, azt tudod, hogy hol vannak a szélei. Én ezt szeretem. Semmi hangja nincsen a motornak se. És úgy van áttételezve, hogy 3000-es fordulatnál vagy, azért ott már bőven a autópályatempó fölött mész. És egyáltalán nem hangos, bár visszagangol negyedikbe, hogyha lepadlózod, ott azért van hangja. De amúgy meg nyugodtan simán gurul. Jó ez. A legnagyobb baj ezeknek a, vagy hát ennek a márkának az ego. Azoknak az egója, akik bár tudják, hogy lelkük mélyén nekik tökéletesen megfelel egy ilyen autó, de nem veszik meg, mert az egójuk nem engedi. Ez egy bullshit, mert nincs olyan, hogy ego, hogyha mélyen magadba nézel, mert van neked MySpace-ed, van neked saját helyed, az ott van bent. Akkor eldöntheted magadról, hogy te egy jó ember vagy, vagy egy csúnya ember vagy. És ha mélyen magadba nézel, akkor igazából eldöntheted, hogy most mennyi pénzt költesz, mennyit vagy hajlandó áldoznia arra, hogy mutasd azt, aki lehet, hogy nem is vagy. De ez egy ilyen messzire vívő vita. De igazából most már a formájá is kell szégyenled magad, mert a kutya meg nem mondja, mondom, mert nem oda jöttek ezeren megkérdezni, hogy ez mi ez te, meg hogy ez hogy, meg mi is. Amíg nem látják hátulján a Ssangyong feliratot, mondjuk még úgyse sokan tudják, de addig mondhatsz bármit. Meg gurulunk szépen. Mindjárt kiérünk majd a jobb útra. Nyilván elektromos szerós a kormány áttétel az meg jókora. Meg hát azt gondolná az ember, hogy 1600 kiló, az egyötös motor az kínlódik vele, de amúgy állalak szépen megy, szóval nincsen ezzel probléma. Semmivel sem egy rosszabb, mint bármi más. És mondom így, ezzel a jó megváltozott választott fokozat kiosztással azért elég jól tartható a fogyasztás, most nyilván járattuk egy csomót helyben, hogy menjenek dél, most felment 10-2-re, de mondom, ilyen 8 liter körül tartható. És nincsen gond, nincsen para, nem cipel szaksikat, csak egy sima egyöt turbó. 4 henger. Változó szelepvezélés. AVL, modern motor. Na nézzünk akkor egy jó finanszírozást, ha van még olyan. Azt mondja, vajon itt? Megújult, azt a mindenit. Fullost, 14.599.000. Figyelj, hülyének is megéri. 599.000 forint. Gyártási év. Általános online, dehogy hétüléses. Magánszemély. Hát társaságként vagy egyéni vállalkozóként nézzük. Önerő legyen 4 millió, hát finanszírozott összeg meg ennyi, egy
10-es 5 év, és akkor kérünk 160-én még egy plusz 5 év garit. Azt mondja, hogy 232.233, így a THM se annyira fájdalmas, bár a 14,9% se kevés. Nyílt végűvel viszont 140.000-re esik le, és a maradvány értékünk 1.724.000 forint, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon megfontolandó ajánlat. Ez a Ssangyong Torres. Jól ülünk, szellőztetett az ülés. Most a sávtartót azt így szépen kikapcsolom, ha ne pittyegjen nekünk bele. És már gurulunk is lefelé szépen a hegyről. Hát, az ilyen tesztekkel vagyunk megrakva, Frenki, nagyon, mert igazából nagyon nem tudsz mit mondani. Nálam az év meglepetése eddig ez az autó, megmondom őszintén, mert nem csak az, hogy nem gondoltuk volna, hogy tényleg kihozzák, hanem hogy ilyen, ennyi pénzé, ilyet tud. És baszki. Na, van még egy olyan ennek a márkának, én úgy látom. Én azt mondom, hogy ez egy egész jó best buy lehet itt most Magyarországon annak, aki új autót akar venni, de megriasztja az árcédula, ami lassan minden ellóg. Ezzel az jár jó, aki bemegy kikesseli, azt boldogan használja. 160.000 forinté plusz 5 év gari, az én azt mondom, hogy az nem rossz ár. Meg kell venni. 10 év, amikor 5 évesen eladod, még mindig írhatod, hogy hát van még rá. Fünf jár-e. Hogy tudják ezt megcsinálni? Hogy merik bevállalni? Valamit vagy nagyon tudnak, vagy nagyon bíznak a termékben. De amúgy meg, az vesse rá az első követ, aki szerint ez el van rontva. Mert szerintem, és ezt tiszta szívből mondhatom meg, tiszta lelkiismerete, ez jó. Ennyi. Sose gondoltuk volna. De hát ide jutottunk. Fordul a világ. Fordul a kocka, úgy bíz. Ugye? A Ssangyong meg a haverok elgondolkodtak mostanság egy kicsit. Hát hajrá, én csak annyit tudok mondani, hogy inkább legyen tele koreai autóval az út, mint nagyon olcsó kínaival. Igaz? Hát azért nem baj, hogy nem a centrum gyártja ezeket az autókat. Jó, hogy ezt nem kellett volna mondani. Meg fognak sértődni. Hát, akkor sértődjönek. Szevasztok. Euroleasing. A fejlődés motorja.